Háromnapos rendezvény formájában sikerült tavaly megőrizni a tábor folytonosságát, az idei jubiláris tábor pedig újra egyhetes. A héten 95 elemi iskolás jár be a környező magyar lata településekről a szórványközpontba. Ki nagy kikinda, Magyarcsány, Begaszentgyörgy község, de a környező más településekről is érkeztek gyerekek, és persze azok a gyerekek, akiknek a szülei eltávoztak valahol Ausztriában, Németországban, meg nem tudom, hogy hol is élnek per pillanat, azok a gyerekek visszatérnek ide ebben a táborban, hisz ez a tábor az, amely alkalmat ad arra, hogy megőrizzük hagyományainkat és kultúránkat. A nap magyar dalok éneklésével kezdődik, majd pedig számos foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek. Van gyöngyfűzés, faforogás, nemezelés, hímzés, varrás, faforogás és újrahasznosítás, aminek nagyon örülünk, mert így a gyerekekkel azt tudatosítjuk, hogy azokat az anyagokat, amit eldobnánk különben, újra lehet hasznosítani, és egy nagyon szép dolog, tárgy készülhet belőle. A tábor visszajáró látogatói között vannak külföldön élő gyerekek is. Itten a nagymamám, meg a nagytatám, és én szeretek itten táborban lenni, mert sok a barátok, meg szeretek itten gyöngyöt fűzni. Németországból elkezdtem, és most itt fogok a mamáiknál, tatáiknál kicsit meglátogatni. A tábor célja az, hogy a fiatalokkal megismertessék és megszerettessék a régi mesterségeket, hogy alkotásra ösztökéljék őket. Fontos cél a közösség életre való nevelés is. Nagyon jó ez a hely, hogy barátokat is szerezzünk. Mi a szabadidőben sokat beszélgetünk, szoktunk így körjátékokat is játszani. Az egyik visszajáró Balázs Katalin, magyarországi keramikus is, aki Petőfi ösztöndíjasként ismerte meg a bánáti magyar közösséget. Szeretünk idejönni, hazajövünk. Tulajdonképpen nagyon sok emberrel tartom a kapcsolatot, így gyakorlatilag napi szinten tudunk egymásról nagyon sokan, úgyhogy a tábor vasárnap zárul az itt elkészített munkák kiállításával és a gulyás főző fesztivállal.